Köszöntöm a kedves nézőket, a Tigrecete Fegerre Metalkom Szentest fogadja az NBA 1 következő fordulójában az OB1-ben. Felsorakoztak már a csapatok, az egrékbe is ugrottak a medencébe, lássuk az összeállításokat. Előbb a vendég szentesiekét, egyessel Kovács Barnabás, kettessel Pete István, hármassal Dmitro Asanin, négyessel Bozó Péter, ötössel Magyar Márton, hatossal Vékony Ákos, hetessel Szatmári Kristóf, nyolcassal Csorba Tamás, 9-essel Vismeg Boton, 10-essel Bilos Barnabás, 11-essel Kürti Szabó Máté, 12-essel Hajdu Attila, 13-assal Makán Robert és 14-essel Pászti Benedek, a csapatban a vezetőedző pedig Kis Gábor. Nézzük az egrieket, 1-essel Krémer Balázs, 2-essel Ráli Rajmund, 3-assal Bilos Samu, 4-essel Sári András, 5-essel Sudár Olivér, 6-ossal Dóci Márton, 7-essel Kilil Rusztamov, 8-essel Spitzmár, 9-essel Gólya Noel, 10-essel Nikola Muricsics, 11-essel Dmitrije Kriestorác, 12-essel Mészás Bálint, 13-essel Mollis Milán és 14-essel Borbé Sándor a csapatban, vezetőedző pedig Tóth Kálmán. Nehéz helyzetben ugye a alapszakasz speciális lebolonyítása miatt az egri csapat, de a csata kiáltás az megvan, hiszen jelenleg a sereghajtó pozíciójában van a Tigrecete Feger az OB1-ben. Egy győzelme van a csapatnak, a szentesiek pedig a 11-ek. 10 fordulót követően nekik 6 pontjuk van. És ők is elszántan érkeztek erre a mérkőzésre, hiszen ez kiki meccs. Megerősíthetik a helyüket a tabellán. A szentesiek, hogyha elviszik a 3 pontot. Az Egernek pedig illene hozni ezt a meccset, hiszen most itt a hajlában van az 3 nyerhető meccs. Ha ezt mind a 3-at hozzák, akkor kiköszörülik a csorbát, és 12 pontot lehet ugye szerezni. Ezzel már ott lehetnek a középmezőnyben, bár ehhez nyilván lesz a Miskolcnak, meg a Szegednek is egy-két szava. Hát még le lehet itt maradni, vagy le lehet ragadni az alsóházban. Reméljük, hogy sikerül följebb kapaszkodni innen. Igaz, még ott van a többi mérkőzés is. Ez a folytatásban is lehet még javítani. Az a lényeg, hogy ne essenek ki. Ezt ugye Tóth Kálmánnal és Szécsi Zoltánnal is beszéltük a bajnokság kezdete előtt, hogy benne van itt a kiesés elleni küzdelem is. Nem sokon múlt, vagy múlik, hiszen elég szoros mérkőzéseket játszott az Eger. Gondoljuk arra, hogy Miskolcon be lehetett volna gyűjteni a 3 pontot. Nem sokon múlt itthon a Vasas ellen, meg a Szolnok ellen sem. De az Újpest otthonában is 1 góllal kapott ki a csapat. És a vendégek hozzák el a labdát. Nem, bocsánat. Hoztuk el. Kicsit megkavarodtam. Kriestorácnál a labda. Egy blokkolt lövés. Meghozzá Spitztől. Piros Barnabás. Adja a célra ide Szatmárinak. Most kapja vissza a labdát Szatmári, és adja is tovább a többieknek. Lassan lőniük kell a vendégeknek, de még megy a passz. Most lesz egy nagy lövés, nem lesz lövés, mert Magyar kiejti a labdát. Kérni kell a labdát. Rádli. Kriestorác. Kap egyet.
kiemelkedik a vízből, és a rövidbe lövi. Megvan tehát az első gól. Kriás Torát szerzi 1-0. Ő egyébként vezeti a házi góllövő listát itt Egerben. Eddig 26 gólt lőtt az OB1-ben. Mögött Murisic 19-el, Rádli és Gólya pedig 13-13 góllal áll. A vendégeknél egyébként arra hívták fel a figyelmet a beharangozójukban, hogy Murisicra kell nagyon figyelni, mert erős az Eger center játéka, és van még egy-két jó lövő. Hát most az egyik jó lövő villant meg. Szatmár játssza be centerbe, de már kifelé jár szabaddobás. Bozót találták szabálytalannak a játékvezetők. Bozó Péter volt az, aki nyilatkozott a szentési oldalnak. Nézzük meg, hogy mi lesz ebből az akcióból. Bíros Samu tette ki szélre. Aztán ő kapta vissza, megpattan egy blokkon, és 2-0. Jó rajtot vett eddig az egri csapat. Kis Gábor kicsit és igazítja az övéit. Magyar húzódott hátra, és ki is megy rá Bíros. Messze távol a kaputól védekezik jelenleg az egri csapat. Dmitro Asanin, ő passzolt le Magyarnak. Magyar tovább Piros Barnabásnak. Van egy beúszva ember, ellövi Magyar, és az mellé. Szóval Bozó nyilatkozott a miskolci meccset és értékelte, mondta, hogy nem úgy sikerült, ahogy tervezték az utolsó negyed, főleg addig szoros volt a mérkőzés. Egy góllal vezetett a Miskolc szentesen. A végén lett azért több gól, 4 közte. Ezt mondták, hogy szétestek és támadásban sokat ki kell javítani, főleg a forrok kihasználásában. Itt Egerben 4 negyedre kell bővíteni azt a játékot. Közben egy védés Kovács Barnabástól. Négy jó negyed kell, főleg a forrókat kell jó hatékonysággal értékesíteniük. Így jó meccs lehet itt Egerben, és pontokat is lehet akár szerezni. Szatmári előny lesz. Rádli a kiállított játékos. Dmitro Asanin tovább, vissza Szatmárinak. Egy lövés Bíros Barnabástól és egy gól. A másik Bíros is megvillant, tehát 2-1. Tudok a testvér. Lőg volt. Bozó mondta, hogy Murisicra kell figyelni. Egyébként azt is mondta, hogy elemezték az Eger játékát is, de legfőképpen a sajátjukat és a pozitívumokat nézték meg a meccsből, nem olyan negatívat. Szerinte hit kell, mert nem fáradnak el, meg egyébként pekjesek voltak a mérkőzésen, sokkal pufát lőttek. Gólya passzolja tovább Ties Tolácnak, aztán kapja vissza, Murisicnak játssza be, betakarják a fejét, úgyhogy lesz egy kiállítás. Kürti Szabó a kiállított játékos. Lesz egy gyors befejezés. Egyelőre nem. Kriás Torász kihúzódik szélre, aztán bevágja a léc alá. Második gólját szerzi a lövő. 3-1. Egész sokan kilátogattak most erre a mérkőzésre egyébként. Az elmúlt meccsekhez képest. Hiszen ennek tétje is van.
komoly tétje. Lehet, hogy azért nem jöttek ilyen nagyobb csapatok ellen, mert úgy gondolták a nézők, hogy lefutottak, de nem lefutottak azok a mérkőzések sem. Ezt láthattuk akár a Szolnok, akár a Vasas ellen, vagy Pariban van a nagyokkal is az egri csapat, az mondjuk a Fradi, az már más kategória, közben egy kontra. A Fraditól ugye a legutóbb velük játszott az Eger, és 17 hétre kikapott. Bója úszik föl a labdával, Kriestorác húzza meg a bal oldalt. Sudár vissza, Sudár aztán megy le a helyére, a rossz kézlövőre. Kriestorácot szorítják kifele. Bója szépen passzintja oda Murisicsnek. A második kiállításért cserébe Kürti Szabó. Máté másodikat gyűjti be rövid időn belül, úgyhogy ő lehet, hogy padozni fog egy darabig. Murisicsnek megint egy bejátszás, ott pattog a labda, aztán nem tudja összeszedni Bója, aki beúszott második centerbe. Ez a Zegri for, tehát kimarad. Pete adta ki jobb oldalra, és Csorbál is durrantja fölé, nem ért hozzá a kapus. Azt reklamálta Dmitró, vagy még mások. Sudár. Húj Noelnek. Egyelőre nincs mit. Hát, Murisics hogy próbál elúszni, nem sikerült neki. Fél karral, vagy nem tudom mivel tartotta egyébként vissza őt Pete. De igen érdekes volt látni, hogy tempózna Murisics, és nem tud sehová menni. Mészáros. Belenyúlnak a paszba, nem jut el Murisicshez, labdát szerez a Metalcom Centers. 2 perc van hátra az első negyedből. Visszaúszás közben egy kiállítás, méghozzá Rustamov. Ő a kiállított játékos. Emberelőnyben a Centers. Pete reklamál, hogy nem kapta vissza időben a labdát, de most megvárják, hogy fölálljon a fal. Szatmári gól. Kegyetlenül kihasználta ezt az előnyt. Nem tudta védeni ezt Borbély Sándor, aki ugye most kezdett. Kinéme egy csere. Kettő is lesz most a szentesieknél. Szatmári pacsizik le. Kis paddal kapott egy nyakast az edzőtől, biztatásképpen, meg elismerésképpen a góljának. Gólja nem tudja bepasszolni Kriestorász sem. Gyenge volt a kísérlet, Vilos Barnabás leszette könnyedén, és most Kovács Barnabás nézelődhet, hogy kit indítson. Csorbát indította el jobb oldalon, most szerencsére nincs visszaúszás, közben kiállítás. Makán. Csorba a gól. Egyenlít a Szentes. Hát ez nem hiányzott. Sima akcióból is betalál most a Szentes. Ennyi
Egy perc van hátra a negyedből. Csorba is kap egy kis pihenőt. Jött helyette Vékony. Rádli. Hója. Gestorácot most szorosan fogja Dmitro. Lesz itt egy kiállítás. Pete. Mrisicsről a kiállítás. Ez már a harmadik. És ki lehet használni ezt az előnyt. Rádli. Nincs, vagy nem jól lett betéve a labda, de így is kapufa volt, mert Burisics bele tudott ütni. És még egy kiállítás. És ez most 5 méteres is lesz, amit nyilván Kriestorácz fog végrehajtani. Hajdú Attila kiállított játékos 12-essel. Látszik, hogy Kriestorácz belövi a harmadik gólját. Nem. Kapufáról kifelé pattan a labda. És megállító fault. De már is ott vannak a kapu előtt a vendégek. Makán visszaadja. Vékony. Piros. És ellövik. Le is pergetik az időt. Dóci kiállítása miatt ebben hátrány volt az egri csapat itt a negyed végén. De ugye ezt sikerült kivekkelni, úgyhogy lehet beszélgetni a felekkel. Kár ezért az 5 méteresért. Így nyugodtabban beszélgethetne Tóth Kálmán is a fiaival. Tóth Kálmán egyébként azt mondta, hogy szívmelengető, hogy a játékosai minden egyes nap keményen és rendesen végzik a munkát. Mindenki érzi, hogy fizikálisan egy ilyen fiatal és kevés rutinnal rendelkező csapatnak sokat kell fejlődni, és bíznak abban, hogy ez minél hamarabb a meccseken. És visszaköszön, ezt mondta a klub honlapjának Tóth Kálmán. Szentes átalakult ebben az évben, kicserélődött a játékos keret, mert ugye osztályozón sikerült bemaradniuk az utóbbi években, és most a 10. helyet célozzák meg az OB1-ben. Szegedről érkezett Vékony Ákos, Magyar Márton innen Egerből, Kaposváról Szatmári Kristóf, Asasin Asanin Dmitro, az Invictusból, Csarba Tamás pedig Pécsről. Távozott Vasic és Gusarov, amit Kardos Gergely, Hegedűs Bence, Fülöp Bence, Tapasztó Szilvius, és visszavonult Csilkó Márton és Mátyók Norbert. Kis Gábort kérlezték, ugye az ottani megyei napi lap írt róluk cikket még a szezon előtt, ugye, hogy sok minden változott a klub életében, és olyan értéket szeretnének teremteni, olyan szakmai munkát végezni, aminek köszönhetően az idő érkező játékosok a medencében és a parton is jobb emberré válnak. Nevelő egyesületként szeretnének működni. Viszont most célt is tűztek ki. Azt, hogy végezzenek a 10. helyen. Kriestorác tovább, aztán kapja vissza a labdát. Jön ki rá Asanin. Sikeres a bejátszás, mondom én. Bilos Samu felé leleszerelik.
szabad dobás ezúttal a piros Barnabásnak. Vékony. Magyartól kapja vissza Vékony, aztán bekacsáztatja a labdát Bozó Péterig, de túlpattan a centeren, és ez már Krémer Balázsé ráhozta, tehát Borbét, Tóth Kálmán, Dóci a labdával. Sári, Piestorácz kap egy nagyot, aztán labda nélkül szabálytalankodnak a lemen, nyomják le a víz alá, lesz is egy kiállítás, de Mitro Asanin megy ki. Föl lehet most nyugodtan állni, előnyben a csapat, Dóci, Kriestorácz, tovább, egészen a szélig, aztán be a kapuba, Piros Samu is betalál. Ez már a második gólya Piros Samunak. Eddig Piros Samu és Kriestorácz is két-két gólos. Megosztoztak eddig igazságosan a gólokon. Elhozza a labdát Bilos Barnabás. Éppen Bilos Samu mellett. Na, mi lesz a bejátszás vége? Egy kiállítás Gólya Noelnek. Hozó át a szélre, Bilos. Jó a blokk. Diestolác blokkolt. Magyar felé. Jó volt a blokk. Két kísérletéből egyik sem ment kapura Magyarnak. Kurisics most pihen. Helyette Bilos. Most kapott egy állast. Őt gyötrik ott középen. Aztán megpróbálja áthúzni magát ő is. Aztán nem sikerül hozzájuttatni a labdát. Gólya meg lekapja az ellenfél fejéről a labdát, kap egy kiállítást. A másodikat. Egy jó védés Krémertől, Magyar küldte kapura. És aztán Bozó Péter az ismétlést értékesíti. Előnyből. Visszajött Murisics. Mutatják, hogy sapkát parton vegye fel a játékos. Magyar visszajön. Lóci Rádlihoz. Rádlit nyomják a víz alá. Kriestorácz. Rádli. Begyötri Kriestorácshoz. Jól használja ki Varotinyát. Kriestorácz kiállítatja Bilos Barnabást.
jó nagy helye volt Pulisicsnek. Tiesto látszált a túloldalra Dócihoz, aztán pedig egy jó remek bejátszás középre, és Rustamov a gólszerző. Öt négy. Hamarosan a második negyed feléhez is elérkezünk. Rustamov a védekezésben most lemegy. Jött helyette Spitz, ki azon nyomban ki sprintel Petére. Bilos pedig Csorbára. Szatmári egyelőre adogat Csorbával. Szatmári szépen húzza be középre. De elpattan a labda Vismeg Botond előtt. Krémeré a játékszer. Bilos is. Murisic pacsizott le. Murisic jön most ezúttal centerbe. Sári. Diesto Rácz. El kell lőni, el is lövi, a kapufa segít most Kovács Barnabásnak. Kiadott ötös óta, talán ez volt az első kísérlete a házi góllövő lista vezetőjének. Szatmári. Lesz egy ember előnye Szentesnek, méghozzá Sári is szabálytalankodott. Hajdú. Egy blokkolt lövés. Most viszont tisztán lőhetett Mitro Asanin, és be is lövi az ötödik szentesi gólt. Kezdődhet minden előről. Egyszer vezetett eddig két góllal az egri csapat. Akkor kiegyenlítettek ugye az első negyed végére a vendégek. Azóta nem tud elszakadni az egri gárda a szentesélyektől, de eddig legalább mindig vezetni tudtak, illetve volt 2-0 is. Gólya tovább Diesto Rácznak, aztán kapja vissza. Rádlitól is visszajön a labda. Egy ejtés. Nem jött be a trükk. Gólyanőeltől Kovács Barnabás védte. Vékony. Lendületből teszi tovább a kapusnak. És aztán Krémer Balázs kitempózza Vismeg Botond zicserét. Ez most kulcspillanat lehetett, átvehette volna a vezetést a Szentes, nem tették. Jó ütemben nyúlt föl Vismeg Botond helyzeténél Krémer Balázs. Rádli. Murisicstől ismét egy előny, ezúttal Vékony, a kiállított játékos. Ismét lehet körbeadogatni. Jó, a lövés, lehúzta magával az embert Murisic, de védte Rádli Rajmund lövését Kovács Barnabás. Már a harmadik, negyedik védése a kapusnak, és most Bilos Barnabás dobta a játékba. Muszik mellette Szatmár, ide ő
a szél felé veszi az irányt. Biros és múlja, és Biros kilövi a bal alsó sarkot. Először vezet a Szentes. Második gólja Biros Barnabásnak. Most változtatni kell az egri csapatnak. 5-4 lőlet, 5-6. És egy perc van hátra csak a fél időig. Baj az nincs, de jó volna azért, hogyha egyenlő állással mehetnének felek a szünetre. Biros Samu Riestoráchoz. Murisics próbál elszakadni az emberétől, nem sikerül, ráadásul a labda is hosszú. Így van egy kényelmes támadása a Szentesnek. Murisics küzd az emberével, aztán végül Magyar megkapja a labdát, és lemarad róla a Murisics. Úgyhogy Magyar egyre jobban szakad el, emberelőnyben pár másodpercig. A vendégek, Magyar ellövi, védi, viszont a screamer. Makán. Most Szatmári vissza Makánhoz. Ezt már végig támadhatja a Szentes. Egy finom ejtésbe középre. Lesz egy kiállítás. És egy bő 4 másodperces emberelőny. Biros a kiállított játékos. Lesz-e még lövés? Lejár a támadóidő már. Nem lehetett ellőni. Megúszta ezt a hátrányt az egri csapat. De ennél több kell a második földőben. 5-6 az állás. Lassan pedig kezdődik a harmadik negyed. Krémer Balázsra hárul a feladat, hogy majd tartóba elhelyezze a labdát, hogyha feljön. Reméljük, hogy hamarosan ismét egyre kézbe lesz majd. És ugye Biros Samu az előző negyed vége felé kiállítást kapott, és mivel még nem járt le így, 15 másodperc ember hátrány még itt a harmadik negyed elején. Hát reméljük, hogy majd bejöhet minél hamarabb, és nem egy ember hátrányos védekezéssel kell kezdeni. Ehhez pedig Sári úszásán keresztül vezethet az út. El is hozza a labdát Sári András. Aztán azonnal letámad Hajdú. Lóci át a túloldalra. Spitz Mártnak. Ember hátrányban támad jelenleg a csapat. Aztán is van a kiegészülés, Murisics megkapja a labdát, de a vendégeké. Piros Barnabás. Kriestorács szabálytalankodik Bozóval. Időt kérnek a vendégek, mert ember előnybe kerültek, és akár elléphetnek két gullal. Kriestorács első személy hibája. És kis Gábor tanácskozhat az övéivel. Tóth Kálmán vehemensen magyarázott itt a szünetben. Mondjuk ez köszönhető annak is, hogy jó hangos volt a zene. Úgyhogy reméljük volt haszna. Egyébként jelenleg a Fradi vezeti a tabellát,
100%-os teljesítménnyel. Utána a BVSC következik, majd a Vasas, a Szolnok, az új OSC, Honvéd, Kaposvár, Miskolc, Szeged, UVS, a Petálkom, Szentes, PVSK és a Kási előzi meg az egri csapatot. Lássuk, hogy hogy zárul a Szentesi akció góllal. Ismét a center hozó az eredményes. Ebből a fordulóban már pár meccs végeredménnyel van. Az Újpest legyőzte a Kási 10-5-re. Miskolc a Kaposvárt 9-8-ra, a Szeged a Pécset 10-7-re, Vasas a Honvédot 13-9-re, úgyhogy fel van adva a lecke a csapatnak. De ott van az újabb egri gól. Dóci Gólya Noel eredményes 6-7. Fradi 11-ből 10-et nyert meg 30 ponttal annak jelenleg. Középre labdaszerzés, Rádli úszhat meg, ketten a nyomában. Lássuk, hogy lesz-e vele szabálytalanság, lesz vele szemben szabálytalanság. Úgyhogy Hajdú Attila második hibájával megy ki, és Tóth Kálmán időt kér. És ezek szerint nem Hajdú a kiállított játékos, hanem Szatmárit látták szabálytalannak neki ez az első hibája. Két a játékvezető Fógágával és Peti András ezen a találkozón. Eddig jól vezetik a mérkőzést. Kiállítás volt meccsen. Lássuk, hogy eredményes volt-e az időkérés. Sikerül-e egyenlíteni Tiestulác. Spiczát a túloldalra Dócinak. Rádli nem lő. Murisics közelről húzza be, jól helyezkedett a túlsó kapufánál, és először eredményes ezen a találkozón. Kriás Torác lehúzódott egészen a kötélig, Murisics pedig a kapufáig, ő két légiós montenegrói összjátékából született ez a egyenlítő találat. 7-7. Szentes egyébként az OSC-vel kezdte a szezont, kikapott 15-7-re, a nagy verést kapott 26-ot, játszott a Fradival Budapesten, aztán a KS-it verték 10-8-ra idegenben, kikaptak a Kaposvártól 13-11-re, Pécsen győztek 9-8-ra, aztán kikaptak 9-8-ra otthon
az Újpesttől, közben Krémer véd egyet, szépet. Utána Szegeden 9 hétre kapta ki, Szolnok elvitte a pontokat 13-8-as eredménye, a Vasas 14-9-essel, aztán pedig a Miskolc 9-5-tel, újabb ember előny. És egy újabb gól. Azonnal eredményes Spitz Márk újra vezet a Tigrecetefeger. Most hajt, csak megkapta a második személyét, csak most. Sapka nem volt fent így, nem láttam, hogy ki az, aki ment a sarokba. Most újból az egyenlítésért küzdhet a Szentes. Szatmári passzolta a labdát. Tovább. Piros le a szélre. A Saninnak. És ember hátrányban most az egri csapat. És Krémer véd. A másodikat Fászon már nem. Pete lövését még védte. Krémer Balázs. Aztán Szatmári Kristóf ismétlését már nem. 8-8. Második gólja Szatmárinak. Lócihoz. Ismét ők játszanak össze. Kijebb húzódtak most a szentesi védők. Aztán Kolisicsről egy menetrendszerinti kiállítás. Pete második hibája. Lássuk, hogy meg sikerül-e ismételni ezt az előbbi akciót, de most nem az a terv. Dóci hosszúba. Ez volt a terv. Dócinak volt hely és ideje. És aztán szépen lőtte ki a hosszú sarkot. 9-8. Tigrecetefegernek. Dócinak ez volt a meccsen az első gólja. Piros. Középre most nem lehet adni. A csatában van Sári, és egy védés, illetve blokk. Piros lövése után. Sudár. Rusztamov kapja vissza, aztán teszi be Murisicsnek. Ott van a kezében a labda, de elveszik a játékvezetők. Nem igen Szatmári szedte ki a kezétből. Na, jogos az ítélet, és szentesék most jöhetnek. Murisics most ér vissza. És egy újabb gól, Kürti Szabó.
első gólja ezen a mérkőzésen, és egyenlít ezzel. Eddig ez a gazdagabb negyed az eddigiek közül, és még van belőle közel 3 perc, már 7 gólt hozott ez az etap. Első negyedben 6, másodikban pedig 5 gól esett. Hozzá kell tenni, hogy a kapusok olyan sok lövést egyelőre nem védtek. Egy sím szó és egy előny, és Milicic szerez gólt. Valahogy nem is láttam, hogy ki volt egyébként a vízből Milicic. De megoldotta valahogy. 10-9. És Piros Barnabásnak még egy személyét is beírhatunk. Kis Gábor vitatkozik a játékvezetővel. Szigorúnak találta a kiállítást, vagy gól reklamálhatta esetleg. Piros minden esetre nyilván visszajöhetett az előny egy hátrány után. Most kap egy előnyt a vendégcsapat is. Sári kénytelen leúszni. Szatmári. Ezzel ki is pontozódott Sári. Gyorsították a játékot, aztán fejjel védett Krémer Balázs. Piros. És egy szép gól a szentesiektől is, itt elsorlan mindenki keze mellett. Magyar Márton 5-ére kísérletezik, és ez az első gólja. Eddig általában a lövései nem találták el a kaput. Most igen, üres volt a bal oldala a kapunak. Nem ért oda senki. Lesz-e még gól ebben a negyedben? Még van rá 1 perc 51 másodpercig a csapatoknak. Kilenccel megörvendeztettek bennünket. Ója. Pirossal pár harcot vív. Restorácz. Az iménti gólszerző magyar. Fordul vissza. Restorácz. Kiesik a Gólyanuel kezéből. Aztán megint, és ez most már Pirosé. Restorácz és Magyar ütköznek össze, ki lesz a labda, valaki beleért, lehet, hogy Restorácz ütött el, nem ítéltek semmit a játékvezetők, sőt egy sárga lapot kapott az ellenfél edzője. Ráhúztak egymás fölött, valahogy Restorácék az imént. Rádli. Ellövi mellé. Még egy jó támadásnyi idője van a szentesnek. Szatmári nyugalomra inti a többieket. Rádli közben ellátta ott valaki baját. Tisztán lőhetnek vendégek, ha egy blokk. Szatmári volt az, aki lőhetett, és egészen ide hátra pattant a labda. Dmitro Asanin lőtte be, Biros, Milicic nem szakad le róla, ezért ki is állítják. Magyar lövőre,
el is lövi a Dmitrov Asanin, de Svédi Krémer Balázs is ezzel ér véget a harmadik negyed ezzel a lövéssel. Az utolsó negyed dönt tehát arról, hogy ki lesz a három pont. Egyelőre 10-10 az állás a mérkőzésen. És ugyanúgy Emberhátrának kezdeni majd ezt a negyedet is az EGRI csapat, mint tette azt a harmadikkal. Ugye ezen a meccsen Kriestorácz eddig 2-t, Muricsics is 2-t, meg Vilos Samu is 2-t lőtt. Kriestorácz és Muricsics tehát növelték így a többiekkel szemben a fórjukat, ami a góllövő listát illeti. A Szentesnél jobban megosztanak egyébként a gólok a játékosok között, mint az egrieknél. Nincs olyan kiemelkedő gólgyáros, mint Kriestorácz, illetve Muricsics. Szatmári Kristófnak van 17 gólja, vagy legalábbis volt a forduló előtt, a mérkőzés előtt. Bozónak 12, Hajdúnak, Magyarnak 9-9, Asaninnak 8, Birosnak is 8, Csorba, Vis meg 5-5 gól alá. Vékonynak 4 és Kurtiszabónak 3 találata volt eddig a bajnokságban ebben a szezonban. Összesen a Szentes egyébként 180 gólt szerzett a 10 forduló alatt, és 118-at kapott. Ebben a tekintetben a legjobb a Fradi, torony magasan, illetve igen, 100 plusz 100-as gólkülönbségük van, 173 lőtt és 73 kapott, 30 pont. PVSC 27 ponttal áll, a Vasas Plakett is 27-tel, Dózsának és az OSC-nek a 24-24 pontja, Honvédnak 18, Kaposvárnak 16, Miskolcnak és a Szegednek 12, az UVS-ének 9, Szentesnek 6, a Pécsnek 4, a KSI-nek 3 és a Egernek 3. Ilyen rossz passzban nem volt az Eger nagyon régóta. Nyilván kiesni nem igen fog a csapat. Nem valószínű, hogy valaki vállalná a másodosztályból a feljutást, mert sose lehet tudni, nem kéne kipróbálni. Többre hivatott azért ez a keret, meg többre is képes. Azért a kikimeccseket hozni kellene. Például ezt a kezdésnek. Ezúttal a Rádli sprinttel, és kényelmesen elhozza Biros elől a labdát. És ehet is be Muricsics. Illetve a helyére gólya. Kriestorácz. Spitz. Ellövi, de bele a blokkba. Nem volt jó lövés, számítani lehetett rá, sokat készült rá. Máshova nem is volt lehetőség elő, mint egy a rövidre. Magyar. Biros, és aztán tovább a labda Asaninnak. Ezt pedig fogja a Krémer. Krémer már jóval többet fogott, mint a túlsó kapuban Kovács. Mondjuk ez nem hízelgő az egri csapatra nézve. Kriestorácz. Eljut-e a centerhez a labda. Egy gól. Gólya Noel. Második gólja.
ismét gól előnyben az Egri csapat. Ugye az előző negyedet két gólos hátrányból hozta vissza az Egri csapat. 5-7 volt az eleje, onnan lett 10-10. Tehát vezetett is 10-9-re az Egri csapat. Védős és Spitz kiállítás, Rusztamova kiállított játékos. Vilos tovább. Bemegy a labda, Asanin második gólja. Számított rá, hogy rövidre húzza Krémer. Aztán ott a feje fölött kavarodott be valahogy a labda. Kezdődik előről a meccs, 6-15-tel a vége előtt. Továbbra is X, ami egyik csapatnak sem jó, de nyilván a Szentesnek jobb. De egy ponttal semmire nem megy az Egri csapat. Hogy ezt a meccset mindenképpen be kell húzni. Hója. Rádli. Nem jó. Bele dobja Szatmári kezébe. Elrontja a paszt, és fordíthat a vendégcsapat. Eddig az egriek is három negyedet kiválóan tudtak játszani nagyok ellen. Közben Szatmári, nem is Szatmári, hanem Kürti lövését védte Krémer. Szóval az utolsó percekben állt meg a tudomány sokszor. Reméljük, hogy ez most másként lesz, igaz, hogy most nem a Szolnok meg a Vasas az ellenfél. Azért a Szentes is erősödött. Egy rossz lövés ismét. Ezúttal gólja vágja bele az előtte levő védőbe. Zsinórban kétszer hibázik támadásnak rögtön az elején, úgyhogy még lövés sincs. Az Eger először nem használta ki a Szentes. Lássuk, hogy másodjára élnek-e a lehetőséggel. Rossz a bejátszás a centernek, időt kér Tóth Kálmán. Illetve bocsánat, nem időt kér, hanem lejárt a támadó idő. Szóval rossz volt a bejátszás, az a lényeg. Krémer pedig Dócit indítja. Kriestorácz. Gólja be. Teszi centerne Murisicsnak, menetrend szerint kiállítás. Kürti Szabó harmadik hibája, már nem jön vissza Rádli. Kriestorácz le a szélre. Lócit robbantnak ki, Murisicsnek nem lehetett oda tenni a labdát, most sem lehet. Kriestorácznak lőni kell, és be is lővi. A rövid kapufáról pattan a hosszú sarokba. Hosszú idő után eredményes ismét Kriestorácz. És megvan a gól előny. Kriestorácz a meccs elején volt eredményes kétszer, aztán még az első negyed végén elrontott egy 5 méterest. Azóta nagyon lövésre sem vállalkozott. Egy elhibázott lövése volt. Egy fél negyed van hátra a meccsből.
Milos. Vele szemben Spitz. Eltűnik az egri védő a center mögött. Üs megküzd Bilossal, a másik Bilos pedig kint próbál majd gólt lőni. Tovább passzolja Szatmárinak. Szatmári ellövő, kapufa segít most, de a kipattón lassan inni. Kezdhetik előről a támadásépítést a vendégek. Szatmári kapja vissza, ellövi, megint kapufa, csak most oldalkapufa a vendégeké, a szabad dobás. Most nagy a nyomás az egri kapun. Piros, Szatmári, és gól, lehúzzák egészen a szélre, és Hajdú Attila eredményes. A hosszúba lövi a egyperces támadás végén a labdát. Első gólja Hajdú Attilának, és ismét egyenlő az állás. A 12-es lövi a 12. gólt a vendégeknél. Nem dőlt el, tehát továbbra sem semmi. Még nagy erőfeszítéseket kell tennie mind a két csapatnak ahhoz, hogy begyűjtse a három pontot. Hója. Krestorásztól visszakapja. Dóci. Rádli is segítene. Dóci kapufát lő. Kovács Barnabás nézelődik. Koncentrálni kell még nekik is. Hajdú az iménti gólszerző, kapja meg a labdát és úszhat szabadon kapu felé. Lelassul most támadás. Piros és Mulisic. Egy szép ívelés. Ennyi volt. Már az egeli a labda. Spitz. Szatmárit kiállítják. Ezt most okvetlenül ki kéne aknázni. Dóci. Gólja tovább. Nem jó a lövés. Továbbra is 12-12 volt egy megúszó játékos, őt szereli Dóci, de ki is állítják azzal a lendülettel, mert elúszott Hajdú feje fölött. És időt kér Kis Gábor. Nehéz helyzetben most a Tigrece Tefeger. Sőt, Dócit végleg cserével állítják ki. Neki még amúgy csak a második lett volna. Ugye gólhelyzetet akadályozott meg. Kis Gáboréknál az esély, hogy behúzzák ezt a meccset, vagy legalábbis közelebb lépjenek a győzelem felé. Nagy összpontosítás kell a Negertől. 120%, 110 nem is elég most ahhoz, hogy megnyerik a meccset. Utolsó percén bejárunk, Kasanin kapja a labdát, és aztán a blokkról megy fölé. Szép lendületes támadása volt a Szentesnek, Tóth Kálmán pedig időt kér.
az egyik fele megvan. A pontszerzésnek, mármint ahhoz, hogy pontszerzés legyen belőle, most a gól kell. Ha most sikerülne gólt lőni, az már nyilván egy pontot érne, mert még a vendégeknek volna egy visszatámadásuk. De ha most gólt lőnek, akkor meg lehet a győzelem is nyilván. Még utána egy jó védekezés kell, de mindenek előtt egy jó támadás. Ha nem lesz gól, akkor nehéz helyzetbe kerül az Egri gárda. Lássuk ezt a feszült 57 másodpercet, ami még hátra van ebből a találkozóból. Rádli. Kriestorász behúzódik középre, aztán fejbe könyökölik. Ezt nem veszik észre. Ója. Urisic próbál szabadulni az emberétől. Kriestorász és gólya. Most centerbe nem lehet betenni. Ezt valahogy lőni kell. Centerbe megy a labda, kiállítás. Pete. Végleg kiáll ő is. Át a túloldalra most a labda. Ezt is végig kellene játszani, és akkor már nem maradna idő. De be kell lőni mindenképpen. Murisic kintről nem lövi el. Rádli. Forog a labda. Rádli gól. Rádli a legjobbkor talál a kapuba. 13-12. Rádli első gólja. Tóth Kálmánt küldik vissza. Szóval Rádli két rontott lövés után a harmadikra nem hibázik. Egy pont megvan, lesz-e belőle három. 16 másodpercet kell kivédekezni. Feszülten figyel mindenki a csarnokban. Az uszodában. Kapust nem hozzák le a vendégek. Pedig most ugye nincs veszteni valójuk. Asanin. Szatmári kapja meg, tovább teszi, magyar, szabad dobás. Aztán magyarral szemben szabálytalankodik még Rusztamov, és mikor esett be a labda, érvényese vagy nem érvényes a gól. Mert még itt a szabadot beejtették a kapuba, amikor szólt a duda. Na, izgalmas itt a vége is. Senki sem tudja, hogy mi van. Na, mi lett a vége? Szentesiek pacsiznak. 13-13 és Szatmári érvényes volt az ejtése. 10 másodperceken múlt a Tigrecete-Feger győzelme ezzel a Metalcom Szentes elleni találkozón. Nem örül most az egri közönség, meg a játékosok sem. Nem mondhatni, hogy nem igazságos a döntetlen, mert végig döntetlen körül mozgott az állás. De most az egriek csalódottak lehetnek, hiszen az utolsó három meccsből háromat kellett volna nyerni, ezzel az egy ponttal nincs kint az Eger a vízből, és továbbra is itt a mezőny végén marad. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.